Sziasztok! Most megint egy ilyen barkács szakkör recept jön, amit egyébként ugye tökéletesen el fogtok tudni ti is készíteni. Ez itt 65 deka csirkemell, és maradt köretnek nekünk most pont így spagetti meg nokedli, és akkor ebből kifolyóan alakul ugye az ebéd. Ezt most szépen fölvágom ilyen kisebb szeletekre, picit megkloffolom, és csinálok egy ilyen paprikás csirkemellet, de egy ilyen à la carte-os verzióba, tehát ezt akár ha étterembe csinálnám, ezt a vendég rendelésére is így adagonként is el lehetne így módon készíteni, és nagyon gyorsan meg lesz, és a végeredmény az ízre legalábbis egy az egy olyan lesz, mint egy paprikás csirke, egy klasszikus. Kinézetre lesz egy picit más, mert ugye ilyen szelet roston csirkék lesznek benne, amik természetesen bele lesznek párolva, de natur szeletként, tehát lisztbe megforgatva, natur panírba fogom megsütni a húst. Ezt most így levágtam, és egy nagyon picit, nem ütöm ki vékonyra, de egy nagyon picit így megkloffolgatom őket. Na közben a serpenyőnek már alágyújtottam, hogy jó meleg legyen. Hát egy púpos teáskanású az biztos, hogy szórásra erre el fog menni. Teszek hozzá egy kis őrölt borsot, meg fűszerpaprikát, és ugye, hogyha lisztezve van a hús, akkor nagyon-nagyon nagy valószínűség szerint nem fog megégni a paprika. Még egy pici sót teszek bele, mert... És akkor egy ilyen borsos fűszerpaprikás sóval szépen lesózom a szelet húsokat, és utána lisztbe mártva egy kevés zsíradékon vagy olajon, hát bármi, amit ti szerettek használni, szépen megsütöm. Maradt egy pici sóda, majd ezt beleteszem az ételbe, mert ugye túlsózni se kell, a serpenyő az már megfelelően forró, és ja, hát azért ne felejtsünk el egy kis zsiradékot, és akkor natur szeletként szépen megsütöm szép pirosra, tehát itt most teljesen meg lehet sütni a csirkét, mert a végén a készített ilyen paprikás mártásba, vagy hát ragúba, mert ebben most nem fogom össze turmixolni, meg lepaszírozni a belevaló dolgokat, belepárolom, sőt, nekünk most itthon maradt még ilyen 4 darab csirkeszárny, és én már amikor majd csinálom az alapmártást, ezt is bele fogom dobni, hogy ez is puhuljon picit bele, ezt ugye a recept szerint nem kell, csak ha már úgyis bele fogom tenni, nem fogok itt sunyizni utána, hogy majd a videó után akkor belepárolom, általában tudjátok, azt mutatom, amit valójában csinálok, és a lényeg, hogy ezeket most szépen megsütöm, rostom, szép pirosra. Akkor forgatom, amikor már így kezd átfehéredni a másik oldala is, és akkor ilyen láthatóan ilyen szépen meg fognak sülni a húsok. Amíg sülnek a húsok, addig, hát ez ugye most egy ilyen 4-5 adag lesz, annyi hagymát, amit annyiba beletenne az ember, jelen esetben én szerintem ezt a fél fej hagymát fogom csak beletenni. Összevágok, és ha még megsültek a húsok és kivettem, akkor teszek bele egy kis paprikát is, akkor ezt le fogom pirítani a serpenyőbe, és csinálok egy ilyen pörkölt alapot, amiből a paprikás mártást fogom tulajdonképpen képezni. Csak annyi, hogy nem fogom leszűrni, mert engem nem zavar, ha az ilyen nem teljesen puha, de azért már teljesen ehető kis zöldség benne marad. Ezt együtt pirítom majd, és majd egy ilyen fél paradicsomot még beleteszek, meg 2 gereszt fokhagymát. Annyi, hogy ilyenkor apróbra vágom a paradicsomot is, meg a paprikát is, hogy ne legyenek ilyen nagy darabok az ételbe. Majd a fokhagymát a paradicsommal együtt fogom beletenni, amikor már a pörkölt alapot csinálom. Azt is összevágok, akkor 2 ilyen nagyobb gerezdet finomra. Na hát ugye kétszerre megsütöttem a húsokat, most a
sütőedénybe. Arra figyelni kell, ha nagyon leperget volna nektek a liszt, nekem hál' Istennek nem, akkor töröljetek ki és tiszta edénybe csináljátok, de szerintem ez most elbírja. Teszek bele még egy pici olajat, mert ugye kisercek sülés közben sajnos. Nem kell sok, és ezt most fogom és szépen megpirítom. És amikor már ilyen szépen megpirult a hagyma, hát most, hogy maradt ebből, ezzel megszorom, ugye sót még nem tettem a szavba, de ez láthatóan, azért még egy pici fűszerpaprikát elbír. Egy ilyen mokkás kanálnyi kell körülbelül bele, és hogyha benne van, akkor egy kis víz, vagy meleg víz, és mehet bele a fokhagyma, paradicsom. Hát borsot most nem teszek bele, tennék, de ugye beletettem ezt a fűszerkeveréket. És hát ugye recept szerint nem kell, de hát én ezt most beledobom, hogy egy kicsit belepárolódjanak ezek is, mert én szerintem ezt fogom megenni, mert én imádom a szárnyat, a csajok meg majd kapják ezt. És a lényeg, hogy ezt most egy pár percig, mondjuk egy 5 percig párolom, hogy a paradicsom, meg a paprika, meg a hagyma egy picit megpuhuljon. Lefedem. És még az ilyen paprikás ételek simán elbírják, hogy egy kis csipetnyi majoránát teszek bele, tényleg nem sokat, meg köménymagból is, őrölt köményből is teszek egy ilyen nagyon keveset, és akkor olyan íze lesz, hogy tyuhalja. És amíg a pörkölt alap párolódik, ez egy ilyen 18-20 dekányi tejföl, teszek bele egy csapott evőkanál lisztet, tehát itt nem kell egy nagy evőkanállal, mert azért olyan brutál sűrűnek nem kell, hogy legyen. Egy pici vizet is, mondjuk ugyanannyi mennyiséget, mert itt sokkal könnyebb elkeverni. Most ennél a mennyiségnél nem fogok hőkiegyenlíteni, csak belezúdítom ezt a tejfölt, nem fog kicsapódni, mert annyira vissza fogja hűteni, hogy bőven jó. Tehát ezzel fogom majd szépen behabarni. Megy még bele petrezselyem. A felfort megkóstolom, hogy elég sós-e. Utána beleforralom ezt, és kész is az étel. Ezt most egy olyan 5 percet főzhettem szerintem. Mondom, ez a csirkeszárny, ez csak azért van benne, mert nem akarom kidobni, és én meg szeretem. És most szépen fogom, és belezuttyintom ezt a tejfölös cuccot. Nem lesz túl sűrű így a szaft most. Ha valaki sűrűbben szereti, akkor csinálhatja sűrűdre. De mi szeretjük, ha jó szaftos, de nem szeretjük, ha nagyon sűrű. És mehet bele frissen vágott, vagy ilyen mirelit petrezselyem. Fölfor. Hána beleteszem ezt. Összeforralom, és csak egy-két percet körülbelül. És utána fogom utolsózni, mert erről még jön le só, meg egy pici lé, ha minden igaz ott van, kell, hogy legyen az alján. Tehát a sózással vigyázzatok el, ne sózzátok. Ja, és sűrítés után már nem fedjük le az ételt, jó? Mert vissza tud higulni, szakmai néven behugyozik. És így amikor for, akkor most dobálom bele a húsokat, ugye a levével együtt. És ezt egy ilyen 2 percet párolom benne. Megkóstolom, hogy elég sós-e. Valószínűleg kell még bele egy pici só, és lehet tálalni az ételt. Készen, és nézzetek meg egy ilyen teljesen jó paprikás, már test is kreáltunk, úgyhogy már kóstolom is. És hát a végeredmény egy csirkemel filé paprikás, tulajdonképpen egy negyed óra alatt elkészíthető étel. Én most nokedlivel fogom enni. A hús az vajpuha, hát a nokedlit, ha jól csináljátok, az mindig jó. És a mártás is ilyen kis, picit ilyen darabosabb, de figyeljetek, látjátok, tehát ilyen, megnézitek, mi van a hűtőbe, és egy kicsit használjátok a fejeteket, meg a jó sok videómat megnézitek, simán össze tudtok dobni ilyen ebédeket, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy bátran csinálja meg, mert nagyon-nagyon finom így is. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!